Törökország utolsó NATO tagállamként ratifikálta Finnország tagságát az Egyesült Államok vezette Védelmi Szövetségben. A török törvényhozók egyhangúlag támogatták a Skandinávország csatlakozását, két héttel azután, hogy Recep Tayyip Erdoğan elnök nyilvánosan áldását adta rá. A parlament alelnöke közölte, hogy a 276 szavazó mindegyike Finnország NATO tagsági kérelmének elfogadására voksolt, így az erről szóló törvényjavaslatot jóvá hagyták. A finn elnök egy tweetben megköszönte a NATO tagállamok támogatását, de hozzátette, hogy örömmel várja Svédország csatlakozását is. A NATO főtitkára is Twitteren reagált. Jens Stoltenberg szerint ez a lépés erősebbé és biztonságosabbá teszi a NATO családot. Finnország és Svédország pályázatának ügyét Törökország és Magyarország hónapokig akadályozta. A magyar parlament hétfőn ratifikálta Finnország pályázatát, de a svéd csatlakozás elfogadásáról egyelőre nem döntött. A török elnök kemény ellenállást tanúsított Svédország jelölésével szemben egy sor régóta húzódó vita miatt, azzal vádolva a svédeket, hogy terroristákat támogatnak. Finnország csatlakozási folyamata már a jövő héten lezárulhat.